Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Galériája adott otthont a Tavaszi Ébredés című komoly zenei koncertnek, amelyen a zeneiskola tehetséges diákai léptek fel. Számunkra nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetünk a falunapi rendezvényeken, hiszen ez a közösségünk egyik legnagyobb és legjelesebb eseménye. A Művelődési Otthonban a Kőröstől a Krivajáig című kiállítást Víg Rudolf nyitotta meg. Egy imakönyvi bejegyzést találtunk, ahol be volt írva, hogy 1870-ben a Kishegyesi templomban centeráriumot tartottak, tehát 100 éves jubileumot a Kishegyesi telep és Szent Andrásról érkezésének emlékére. A nagyszámú közönséget, a hazai és magyarországi vendégeket és közvégi méltóságokat színvonalas ünnepi műsor várta. Egeresi Sándor, a tartományi parlament elnöke is szólt az egybegyűltekhez, értékelő beszédet pedig Juhász Bálint, a helyi közösség tanácselnöke mondott. Kisegyet sokkal többen tekintjük édesanyának és szívünk hölgyének, mint sem mostanának. Az ünnep emelkedett hangulatát kihasználva szeretnék mindenkinek köszönetet mondani áldozatos munkájáért, és engedjék meg, hogy mindenkinek szívből gratulálják az erőcsikereket. Díszpolgárra avatták Holló Andrást, aki számos civil szervezetben tevékenykedett, a községi képviselőtestület tagja volt, valamint elnöke a Tűzoltó Egyesületnek és a Kézilabda Klubnak. A falu tiszteletbeli polgára címet a Békés Szent Andrási Molnár Imre kapta a két település közötti jó kapcsolatok fenntartásáért.